Na, sziasztok! Tanál videó ismét. Ott fejeztük be legutóbb, hogy a konyhát levertem élő adásban. Valamint utána már ki is hordtam minden helyiségből a levert vakulatot. Valamint levertem a kamrát is, teljes egészében. Továbbá a födém is kész van. Két nap alatt vertem le a födémet. Úgyhogy most így áll a mocsok a minden helyiségbe. Lécek, úgy meg a sárfödém. Úgyhogy volt por rendesen. Itt a konyha. Lécek. Mindenhol. Itt a szoba. Mint ha a bomba robbant volna. És a födém. Na, úgyhogy most már jó, mert lehet látni, hogy ő milyen állapotúak a gerendák, a mestergerenda, meg maga a fal. Úgyhogy menjünk fel a padlásra is. Hát jobban lehet látni, hogy mi a helyzet. Próbáltam először vésőgéppel, de az nem bizonyult elég hatékonynak, úgyhogy inkább maradtam a csákánynál. Azzal pedig mondom, két nap alatt teljesen ledugtam az egészet. Na, úgyhogy ilyen srácok a födém. A padlás. Úgyhogy csontra le van verve az egész. Az a terv, még hogy lebontom majd a kéményt, az ugye úgy ott lesz majd, meg alapból is már elég rozoga, úgyhogy az mindenképpen bontás lesz. A másik terv az lesz, hogy ő minden kötőgerendát ki fogok cserélni, mert az a baj, hogy erre a görbe gerendákra már nem akarom látni a hajópadlót, nem volna túl szép úgy. Nyilván ezeket nem dobjuk ki, nem vagyok tűzre, hanem ez majd később fel használom majd másik épületekhez, mert arra még teljesen jó állapotú. Nem szuvas, nem törtek el egyik se, úgyhogy nagyon jók. Csak ugye azért ide nem akarom meghagyni őket, mert csak új épület lesz, mondhatni, úgyhogy annyi lesz még itt a módosítás, hogy ez a gerenda, amin állok, ez a mestergerenda,
A felülete picikét szúvas, de úgyhogy az nem annyira mérvadó. És ezt át fogom tenni majd a másik oldalra, ide, ennek a másik generálnak a helyére, mert ez eléggé rossz alapotú, görbe is, jóval vékonyabb is, mint a másik, és ha is marhadva itt a kéménynél elég szépen. Úgyhogy ezt mindenképpen ki kell cserélni. Vagyis hát nem cserélni, hanem ezt a grendát hát áthúzzuk majd a másik oldalra, és akkor ezt fogja majd fogni a födémet. 4, nem tudom hány méter itt ez a szobának a beltere. Úgyhogy ezt valahogy fel kellett majd támasztanunk, illetve majd el fog menni majd a maga a székállás is, szóval ennek már súlyt kell elbírnia. Lesz majd időnk, akkor ezt éppen majd leszélezzük, és akkor ebből kijön majd egy, mit tudom én, egy 20x20-as gerenda még, ami használható lesz. Vagy kicsit kisebb, nem tudom, majd meglátjuk, mekkor belőle a használható rész. De ez sem egy kárba. És akkor ez a gerenda pedig majd átkerül ennek a helyére. Hogy fogja majd a székállást, valamint a födémgerendákat. Itt ugye pedig azért lenne szükség majd a kamerától kifele gerendára, mivel ott már fut egy fal, szóval arra fel tudjuk megfektetni majd szépen a gerendákat, és nem fog meggörbülni. Erről nem készült külön videó, hogy hogy verem le, csak pár bejátszás, mert igazából monoton munka volt, nem volt benne semmi érdekesség igazából, de vettem fel nektek egy kicsit belőle, hogy azért lássátok, hogy mi a módja ennek, legalábbis ahogy én csináltam. Úgyhogy így néznek ki a helységek most, és fogok hozzá akkor közül pár napban ezt kihordani innen, hogy a léceket külön, meg a sarat is külön, és közben még azt találtam ki, miközben vertem a födémet, hogy nem abból lesz újra keverve majd a tapasztás, amit levertem a vakulatot, vagy a falról a vakulatot, hanem ebből a födémsárból, mert ebbe még méz sincs igazából, csak ami a plafonon volt, csak az van rajta, az meg olyan kis százaléka, hogy igazából az semmi, 0,01 körülbelül. Úgyhogy ezt magam majd szépen beáztatni. Ez a jó szalmás sarat. Kap majd még hozzá még darált szalmát ezen kívül, és akkor ezt fog visszamenni majd a tapasztásnak a falakra. Úgyhogy legalább ezt se kell megvenni, úgyhogy ez elég lesz simán az egészre, úgy ahogy van. Úgyhogy most február 14-e van, még körülbelül egy max. Másfél hónapon van hátra, hogy teljesen kipucoljam itt a helységeket, továbbá a szarufákat, ezeket szépen majd ki kell marni, meg kell csinálni a díszszarufa végeket, illetve majd le kell bontani majd a tetőt, és kiszintezni a két oldalt. Ugye itt lesz a szelemen, a gerendákon lesz rajta majd egy szelemen, ami bele csavarra minden gerendába, nagy csavarral, valamint a másik oldalt is pont ugyanígy lesz. Itt látszik középen a kamerában is, hogy itt ugye a régi gerendák, valamint az új gerendák találkozásánál van egy törés. Ebből látszik azt, hogy ugye hogy nincsen szintbe a két fal rész. A cserép úgy néz ki, hogy hónap végén itt is lesz. Igazából azt írták, hogy 23-a és március 3 között fog érkezni, úgyhogy mire kell, az már itt is lesz. Kócserép is, cserép is, fólia is, minden, ami kell. Úgyhogy szerintem ennyi a mai videó. Köszönöm a figyelmet nektek, srácok, sziasztok!